vezetőket szorongással tölti el. Nem, ez egy Verbőci Antal nevű költő. Mit szólsz hozzá, Péter, ha megkötlek? Jézus, ha nem szólok. De jöttem, már van egy környezetvédő. Megszületettem el. Jó? Igen? 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 Modern kor elvesztette kultúra alkotó szerepét. Aztán a másik tevő, minden nép a történelem előtt időben tökéletes lényeget rakott. Minden nép a történelem előtt időben tökéletes lényeget rakott. Lényeket. Lényeket? Micsoda? Adott? Lényeket. Lerakott. Lerakott. Na. Egy igazság, amit nem értettem, hogy micsoda. Fölvetted a földről, és nincs rendben. Na, én ezt nem értem, hogy mit jelent ez? Mit jelent? Minden lényeg történet, időket tökéletes a lényeget. Szerintetek mit jelent? Nem tudom, de túloldán egy kotta van. Az biztos. Mit szoktál szólni? Igen. Tessé? Igen. Hát a történelem előtt azokat van, mint ahogy ma már a tudomány. De hát ezt most el se vettem, őt se volt egy civilizáció, ami sokkal modernebb volt, mint a jelenlegi. És ez teljesen elpusztult. Több millió vagy milliárd évvel ezelőtt. Szerintem ez csak ezt tudom mondani. Talán ide kapcsolódik az egyik. Igen. Hogy minden társadalom 5-6 platóból áll, piramisban. Itt úgy van írva a plató, hogy plateau. Ez franciaul az ó, de gondolom, hogy erre gondolt a FSS. És hát itt arra gondol, hogy minden társadalomban van egy ilyen hierarchikus rend, ugye ennek lehet jó vagy rossz értelme. Igazán Tibor szerintem elmondod. Hát... Vagy mit gondolsz el? Attól függ, hogy mit fogadunk el a fejünkben hierarchiának. Hát, ha hiszünk benne, akkor van, ha nem, akkor nem létezik. És valószínűleg jobb, ha nem hiszünk benne. És tudunk úgy működni, hogy nem ilyen három, hanem több dimenzióban gondolkodunk el a dologról. Hát. Ez kétszer. Hát itt ugye azt mondja, hogy 5-6 platóból áll, hát ez a 6 érkező legyen, mert nem tudom. Jó kérdés, inkább közösszük. Jó, itt a kamerára. Csak elnyes. Jó, itt a kezdő. Jó lesz. Szakadás volt, amikor te mondtad a pedagógus. Jó, akkor akkor jó lesz a lába. De az meg elnyes. Ki mond még nekünk? Még ott kívül van. Igen? A szeretet oka, maga a szeretet. Szabó Zoltán. A szeretet oka, maga a szeretet. Igen. Egyetértetek ezzel? Igen. És te? Nekem ez egy kicsit felfoghatatlan még egyelőre. Nekem ez egy kicsit felfoghatatlan még egyelőre. Igen. Van egy ilyen, hogy aki a napnak hátat fordít, mindig a saját árnyékában jár. Proházka Ottokár. Próbáltál már ezt a helyzetet? Itt a figura mindig a saját árnyékával. Ja. Árnyékában. Mindig a saját árnyékában. Az
mint a mögöttem jár előttem lépni az, az árnyékom. Ez a kettő volt, igen, ami tetszett neked? Megkötözhetlek? Ajaj! Mit tegyek, ha valami azt akarja? Nem akarja ezt. Akkor nem. Akkor ő független lesz? Igen. Jó. Hát akkor van egy független. Ő lesz a láncos kutya. Na? Robi, légy szíves, gyere! A barátság szól arról is, hogy egy dolog több, mint elviselhetetlen. Milyen barátság szól arról is, hogy? Gondolj, igen. Van olyan dolog, olyan magyar falu, aminek az a neve, hogy Ürgela. Ürgela? Neki közel előtt. Hát, sziasztok! Mi? Igen? Mondod? Persze, majd csak akartok. Más népeknek szentjeik vannak, a görögöknek isteneik nincsen. A nyugati ókor fő értékei erősség, mértékletesség, okosság, igazságos. Sem akkor legnagyobb költőin keresztül szólal meg, legközvetlenebbül, az úgy gyökerei túl mélyre nyúlnak vissza a históriából, Szerbantól. És egy másik, egy rövidebb udvari ember számára a politikum csak eszköz. És amikor még tetszik, így, ez úgysem tudom, hogy igazat fogsz-e mondani, ez a legkellemesebb állapot, ha valaki makacsú kutatja a világot, és közben megtudja, hogy a válaszokkal nem sokkal. Mindenkit most hozott. Ugye ez nagy állás, ez igazság. Igazságot fog felbotni. Az ismeretek hiányát az ötletekkel, és előtt éveketkel pótoljuk ki. Hát ez nagyon igaz. Be vagy hálózni. Érdekes, lehet így zongorázni mind a két között. Jöttök? Tessék? Vagyok? Nem szabad a lelkiismeretet dédelgetni. És van, amiben jobb belevágni, még ha rossz véget is ér. Így gondolod? Néha. Belevágsz? Hát, itt vagyunk.
mindenki, aki szerette volna, vagy hajlandó volt, bekapcsolódott a körbe. De mondd el, hát hogy ennek mi az értelme? Ja, hát ez még kell. Nem akarnám elmondani, találjátok ki, hogy mit gondolunk a Melindával, ezekre a színes falvokkal. Úgyhogy szerintem akkor most készen vagyunk. Maradtak a földön még a földigasság. Köszi, és akkor... El lehet vinni azokat, vagy? Mondjátok végig egymás igazságait, a magatokét, ami most itt elhangzott, az, hogy mit gondoltok ti róla, mit adott nektek. Születtek olyan igazságok, amelyek nem is voltak leírva, de muszáj volt elmondani, és voltak, akik kihagyták ezeket az igazságokat. Ja. 18.000 forint vizsgadíj. Ez egy érdekes. Az érem másik oldala. Nagy igazság a vizsgadíj. Azt mondja, szükséges iskolai végzettség, érettségi bizonyítvány. Mindig a hátor. Ez valami szociális munkából való. Igen, lehetséges. Igen. Ez egy rejtett igazság a másik oldalon. Hát akkor köszönjük szépen. Holnap viszont látásra. Ja, Kenan, Dóri, többiek. Van szerződés. Igen, most én megsüketülök tőlük. Néhány évvel ezelőtt volt egy konferencia a Tapolca fölötti díszeren Vörösvári Ákos által létesített látványtárban, ahol többek között a Gicsről is, mint olyanról volt szó, és én is tartottam egy előadást a Gics tartalmáról. Mint hogy ott mi tárgyi közegben voltunk, a Gicset tárgyi vonatkozásban próbáltuk körüljárni, amit én most nem fogok megtenni. Az, hogy mi a Gics, többé-kevésbé tudjuk, de igazán különböző meghatározásai vannak, és azt kell mondani, hogy ezek a meghatározások bizonyos területen érvényesek, mások nem. Tehát, hogyha mi egy bútordarabot, egy születésnapi üdvözletet Gicsnek tartunk, attól még a zongoradarab vagy a filmzene nem ugyanolyan kategóriával írható le, jó lehet, az is Gics. A Gics nem csak a tárgyakban nyilvánulhat meg, de akkor is, meg most is próbálom a tárgyi világból fölhozni az erre vonatkozó példákat. A Gics tárgyi világával foglalkozunk, akkor néhány olyan jelenséget érdemes megemlíteni, amelyek nagyon jellemzőek a Gicsre. Más sajátosságok is vannak. Az egyik alapvető eleme a Gics tárgynak, hogy más a funkciója, mint ami a funkciója. Illetve a funkció másban nyilvánul meg. Ha egy ceruza hegyező az Eiffel-tornyot ábrázolja,
ez egy tipikus pics, ahol végül is nem tudjuk megállapítani, hogy miért kell az Eiffel-toronnyal ceruzát hegyeznünk, és ez a folyamat miért csak egy irányú. Egy másik jellemző kategóriája a gicsnek a nem megfelelő méret. Ha mi elkészítünk egy 10 méter magas kerti törvényt, ez bizonyára gicsnek nevezhető. Ha elkészítjük azokat a miniatűr állatokat, szuveníreket, amelyeket mindenütt lehet kapni, akkor pusztán attól, hogy ezeknek a méretei nem megfelelőek, ezeket nincs tárgyaknak nevezhetjük. Már ebből is látszik, hogy igen, különböző formái lehetnek a nincs tárgyaknak, de ezeket én most nem fogom felsorolni. További vonásait a nincsnek akkor tudjuk megállapítani vagy leírni, hogyha ilyen tárgyakat vagy tárgyaknak a sorozatait leírjuk, és tulajdonképpen ezeknek a gicsként való bemutatása, gicsként megnyilvánulása nem magából a tárgyakból származik, hanem a tárgyaknak az interpretációjából. Ha készítünk mini üvegeket, vagy készítünk mindennél nagyobb pezsgős üveget, akkor tulajdonképpen, amennyiben ezeket valaki használja, akkor önmagában a használata jó lehet jellemző, tartalmilag ezek már kicsek, de mi az interpretálás, az értelmezés, a magyarázat során deklarálhatjuk azt, hogy ezek kicsek. Tulajdonképpen a tárgy, maga tárgyi világában, különösen akkor, hogyha ez egy komplikált dolog, hordozza annak a lehetőségét, hogy azt gicsnek tekintsük. Ha mondjuk veszünk egy turista étkészletet, ahol a kanál, a kés és a villa szarvasakancsból készül, vagy szarvasakancsot utánoz, vagy olyan jelek vannak rajta, akkor függetlenül attól, hogy abban a késsel, villával tulajdonképpen lehet enni, tehát mint használati tárgyak léteznek, az a képesség megvan a tárgyakban, hogy mi gicsként használhassunk fel. Ha most ezek után ezeket a gics tartalmi jellemzőinek tekintjük, én tanulságos felvetni azt a kérdést, hogy milyen formai elemei lehetnek valaminek, amitől mi ezt gicsnek nyilváníthatjuk. Az első ilyen formai jellemvonása, hogy a gicstárgy sokféle apró részből, sokféle apró elemből áll, ezek az elemek egymás mellett találhatók azon a tárgyon, és az egymás mellettiségük nem olyan, mint a mozaikban, ahol az egyes kockák különböznek egymástól, de együtt véve kiadnak egy egységes jelentést vagy vizuális látványt. Az egymás mellé kerülő elemek nem tartoznak egymáshoz, de sokféleségük jól megfigyelhet. Az egymás mellettiséget egy másik megoldással, tehát nem csak a mozaikszerű megoldással tudjuk létrehozni, hanem az a technika, amit patchworknek szokás nevezni, ami körülbelül azt jelenti, hogy különböző készen meglevő elemeket egymás mellé teszünk. Ez lehet nagyon homogén jellegű, mint például bizonyos ruhadaraboknál, takaróknál és egyebeknél, ahol éppen a maradék darabok egymás mellettisége a patchwork, ami különböző elemeket tartalmaz egészen a kollázsig, amelynek a sajátossága az, hogy teljesen különböző elemeket helyez egymás mellé. A gicsre
az, hogy nem mozaikszerű, tehát nem jön ki belőle egy egységes vizuális világ, hasonlít a patchworkre és a kollásra, de mégsem az, ezek már a Witchnek bizony formai jellemvonásai, és hogyha azt tapasztaljuk, hogy valamilyen tárgyal kapcsolatban nekünk fölmerül az a érzésünk, hogy ezt Witch-é nyilvánítsuk, vagy nem, akkor érdemes megnézni, hogy vajon megfelel-e ezeknek a kritériumokra. Egy harmadik ehhez hasonló kritérium az egymás mellé kerülő részei, illetően a tarkaság. Nem az, hogy különböző színeket használunk föl, a legklasszikusabb vagy a legtisztultabb avantgárd művészetben jól megtaláljuk ezeket a egymástól nagyon eltérő, nagyon tarka részeket. Ugyanakkor azonban ott valamilyen kompozíciós vagy az alkotást értelmező megoldásnak felel meg ez a tarkaság, míg a Witch tarkasága teljesen össze-vissza van, ha elmennek egy olyan használt ruhaboltba, vagy egy ilyen használt cipőboltba, akkor jól meg lehet különböztetni azokat a használt ruhákat és azokat a használt cipőket, amelyek ugyan viszonylag gondosan a színeiket tekintve is meg vannak komporálva, mint a teljesen elvadult Witchet, ahol fogalmuk sincs az egyik darab mellett, miért van a másik, és ez a tarkaságnak azon kívül a tarkaság, és fölhívja magára a figyelmet, vajon van-e valami értelme. Ezt a nem mozaikszerűséget, ezt a patchwork, kollás, tarkaság rendszer mi elméletileg is meg tudjuk fogalmazni, és azt mondjuk, hogy a Witch tárgy, a Witch tárgyi világon nem ábrázol, hanem csak felszólító jellege van. Föl akarja hívni magára a figyelmet. Egy másik jellemvonása a Witch forma világának, hogy valamilyen módon egy más nyelvet használ, más nyelveket kapcsol össze. Ezt jól ismerjük a reklámokból, ahol tulajdonképpen elképzelhető, hogy van két egymástól különböző világ, amelyet a maga mivoltában nem kell, hogy kicsként fogjunk föl, és ennek nincs is értelme. Amikor azonban egymás mellé kerülnek, akkor rögtön Witch-é válnak. Én azt hiszem, hogy még most is előadják televízióinkon valamilyen olasz jellegű fürdőszoba és ehhez hasonló kellékeket és kerámiáknak a reklámját, amelyet a Ravel bolerójával festenek alá. Na most semmi bajunk a fürdőszobából föltéve, ha működik, nem Witch. A fürdőszoba önmagában még nem is, talán még az sem, ami ott van. Semmi probléma nincs Ravel bolerójával, de a kettő együtt, hogy a fürdőszoba vagy állózuhanyozó reklám egy különben rangos zeneművel van kapcsolatban, tipikus Witch, és a reklámokat használó szakemberek ezt jól tudják. A Witchnek azt a tulajdonságát veszik elő, hogy viszonylag ismert, de azért egész pontosan nem tudjuk, hogy az micsoda, és ezért, hogyha mi valami, ez egy másik nyelve, másik nyelvből veszünk valamit, akkor attól Witch lesz. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is számos gyomorégés, illetve körömgomba elleni reklámot kénytelen az ember végignézni, ahol természetesen az érdekes az, hogy mind a gyomorégést megszüntető, mind a körömgombát megszüntető valami, az lovaki öltözetbe van fölöltözve, van neki sisakja, lándzsája, lágszórója, ilyen csatornai segédmunkásra emlékeztető gumiöltözete és ehhez hasonló. Ez tipikus Witch, hogyha
mert az egyik nyelvből a másik nyelvbe lesz, és hogyha az ember elgondolkozik azon, hogy vajon a gyomorék és miért lovagi öltözetben, és miért nem Ádám kosztümbe, vagy űrhajós mezbe célszerű írtani, akkor rögtön látszik, hogy ez attól vált hitség, hogy ez a más nyelv nem nincs kongruenciával a valami, amire vonatkozik. A másik lehetőség arra, hogy mi fölismerjük a kincseket, hogyha olyan területre, olyan forrásokhoz, olyan boltokhoz, olyan termékekhez jutunk, amelyek hajlamosak arra, hogy ilyenek legyenek. Talán a legismertebb ezen lehetőségek közül a virágkertészet, mégpedig egy közepes méretű virágkertészet. Ebben a virágkertészetben és a virágok formájában és a népszerűségükben is van egy sereg gincsként leírható jelenség. Ezekben a kertészetekben azonban dobzódnak és szemünk látára új és új jelenségek bukkannak föl. Most már a hófehérke és a héttörpe bizonyos mértékig háttérbe szorul. Évekkel ezelőtt egy rendes kertészet 40 féle katicabogára nélkül elképzelhetetlen lett volna. Most elég sok ilyenben, már egyáltalán is lefutott a katicabogár, mint olyan. A kerti törpék száma is egyre csökken, és helyette ilyen karakterfigurák jelennek meg, egy kis kerti padon, mint Stan és Pan, hogy mit keresnek a kerti padon, nem tudom, illetve egy mérhetőleg pincel bejárat előtt két kövér bajszos magyar paraszti karikatúrára emlékeztető figura. Ezek tökéletesen, csak semmi más szerepe nincsen, mint az, hogy kielégítsék a szomszéd kicskertjénél még kicsebb kert létrehozásának a lehetőségét. Határtalan az a lehetőség, hogy mi mindent lehet így beemelni a gincsek közé. Mi nálunk az utóbbi évtizedekben ilyen olcsó változatai készültek a kis kerti, főleg fából faragott, néha kerámiából készített szélmalmoknak, amelyek a szellő esetében hát elkezdenek forogni, hogy erre mi szüksége van egy kertbe, ezt nem tudom elmondani. Egyre csökken az olyan egyszerű csomókóknak a alkalmazása, ahol valahol van egy csap, akkor azt a csapot, ha megnyitjuk, akkor van egy kő, és abból a kőből úgy, mint egy ilyen kis miniatűr 10 cm-es Niagara, egy olyan kis tálkába, vagy mibe belefolyik a víz, ahol általában lehet találni aranyhalat műanyagból, békát. Néha valódi béka is van köztük, azt arról lehet megismerni, hogy az ember közel hajol, akkor az elugrik. Először azt hittem, hogy ez is valami ilyen mechanikus béka, de nem ez valódi. Ezek a lehetőségek egy ideig kielégítik az embernek a gincs iránti igényét, aztán jelenik meg. Az utóbbi években terjedtek el a gólyák. A kertészeti gólyák. A egyenes arányban azzal, hogy a valódi gólyák száma csökken Magyarországon. Na most ezeknek a gólyáknak, ez egy tipikus kisvonás, a kalibrálása, a méretezése a semmire nem enged következtetni, vagy túl kicsi, vagy túl nagy. Néha kettő van egymás mellett, néha itt keresztben van a cső, néha a lábokkal is mindenféle kusztokat csinálnak. Csodálom, hogy még nem találtak ki ez a kertészeti gincsipar az, hogy fecskét, kacsirtát, darút, pávát, kolibri, bárhol is alkalmaznának, pedig azt is lehetne. Az utóbbi időben viszont föltűnt egy érdekes új kerti figura, a kobra kígyó. Ki nem látott még
ilyet. Ez körülbelül ekkora, hogy a bejtőre emlékeztető alja van, és utána egy fölemelkedik ilyen, és akkor így néz, hogy ki az, aki a saját helyet egy órakutyót helyezett. Ez a gics. Ugye, szóval menjünk tesz, lehet, hogy ez hát ilyen hegyös béka, műtekös béka is régóta volt, de például én nem láttam, hogy valahol ezekben a kertészetekben lehetne látni a vakondot, a kertekben viszont sajnos igen, és nagyon könnyű lett az utánpótlás képezni elő. Na most ez, hogy egy másik területről vesznek át különböző tárgyakat, itt semmi más nincsen, mint az össze nem illő elemeknek az összekapcsolása. Egyébként ennek nagyon jól tudjuk, hogy ennek is sokféle története van, és szerintem maguk már nem nagyon emlékezhetnek rá, de különösen abban az időben, amikor jó néhány évig kellett várni a autók, befizetett autó megérkezésére, akkor hátul az autó hátsó ablakánál a kutyák jelentek meg, ment fölfele a divatja, minél szerényebb anyagi viszonyra engedett következtetni maga az autó, annál kimódoltabb ilyen bologató kutyák jelentek meg, aztán biztos van valahol egy-kettő, de kapni nem lehet, legalábbis nem tudom, hol lehet ilyet kapni, és ezek ugyanúgy kimentek a divatból, mint ahogy az ökrös szekér, vagy a 19. századi kártyajáték. Nem csak kutyák voltak, hanem Magyarországon is, amiért minden esetben jó fantázia volt, azok ilyen kicsi, főleg szürke fókák voltak, és a fóka ugyanúgy mozgatta az autó rászkódására a fejét. Ezt az egyik finn-svéd hajózási cég reklámfigurája volt, és tulajdonképpen egy ideig ezt szinte odaadták, hát ezek olcsó darabok voltak. Ezek után kiderült, hogy számos olyan országban, ahol van a lakosság többsége, nem engedhette meg magát. Minden pénzt megadtak az ilyen és ehhez hasonló figurákhoz. Ugyanakkor érdekes módon senkinek nem jutott eszébe az, hogy a magyar háziállatokat népszerűsítsenek megfelelően, tehát disznó, csertés és egyébként. Igaz cserébe, hogy nagyon sokféle kutya volt ezeken a bólogatós kutyákon. Ezek ugyanúgy elmúlnak, ugyanúgy keletkeznek. A gics formai meghatározásához tartozik, hogy mindig valami újat akar mutatni. Ahhoz képest, ami eddig volt, valamit, amit eltér addig látottaktól, ez tartalmilag nagyon nehéznek vagyunk. Könnyebb egy borogató kutyát beszerelni egy vadúrba, vagy betenni egy vadúrba, mint egy modernebb autóra szertenni. Kics tipikusan ezekbe a helyekbe tud beférkőzni, és technikailag minél rafináltabb formákat ölt. A kommunikációs kutatás történet ismeri azokat az adatokat, hogy a rádióban, televízióban, videózásban a technikai újítások, mint a hangos film, a színes film, a hosszú kamerafölvételek, ezeket először a reklámokban kísérletezték ki, és erre a kísérletekre szánt pénzt is a reklámipar biztosította. A technikailag minél fejlettebb megoldás a legkülönbözőbb tárgyakon lehet látni, és ezek nagyon gyakran semmilyen más, mint kics terméket nem mutatnak. A valami új a kics formájában megjelenik valami új, ez úgy szokott megjelenni, hogy például változtatja a színeit. Ha mondjuk a
józan ész azt diktálja, hogy egy bolt, amelyik bicikliket árul, annak legyen egy portálja, oda valamilyen módon legyen kiírva. Hát egy bicikliket lehet kapni, és legyen kiírva, hogy mentől vettük annyit. Nem, nem ezt csinálj, most már nem ezt csinálják, hanem itt van egy bolt, valami, amire rábra, mondjuk azt mondják, vagy kerékpár, vagy hát ha még magyarul írja, és akkor az rózsaszín. Idő múlva zöld, idő múlva kék, akkor narancsárga, akkor megint rózsaszín, amikor így adta a világon semmi értelme. Csak ezt a fajta változatosságot, nem egy tartalmi változatosságot mutatja be, hanem a kicsi vonatot, hogy minden pillanatban változik. Ha megnézik a reklámjainkat, ezek továbbra is ezt szokták csinálni. A tárgyak maga, ez a össze nem tartozó valaminek az összekapcsolása, az igen különös formavilágot hoz létre. Körülbelül olyan 15 évvel ezelőtt, és onnan máshonnan, mint Németországból, terjedtek el a kisgyerekek szobatisztaságra szorítását célzó és állítólag ezt elősegítő szerkezetek, amelyre a kisgyereket ráültették, és amennyiben a kisgyerek sikeres tevékenységet folytatott, ezt ez az éjjeli ebéd érzékelte, és rögtön eljátszotta Mozart Eine kleine Nachtmusik. Amikor én erről időszak hallottam, azt hittem, hogy vicc, és mondtam, hogy jó, ez semmi, Eine kleine Nachtmusik. És nem tudom, hogy miért kellene csak a kisgyerekeket és a kisgyerekeket. Meg gondolom a rendőrség, a katonaság, a bírók, a parlamenti képviselők, politikai pártok, egyházak ezzel a lehetőségen élhetnének, és akkor beláthatatlan területei terjednének el. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a kincs tárgynak, elsősorban a tárgynak, bizonyos tartalmi elemei vannak, amit az előbb említettem, amit mi úgy teszünk, mint a formai elemei volnának. Most a mai alkalommal én csak formai elemeket soroltam föl, amelyek azonban elválaszthatatlanok a tartalmi elemektől, és a tartalomnak és a formának ez a sajátos összekapcsolása az, ami az interpretálás során még kicsnek minősít. Két megjegyzéssel szeretném ezeket a gondolatokat befejezni. Az egyik, hogy sem én, és azt hiszem, hogy a jelenlevők többségesen nem vagyunk ellenségei a kincsnek. A kincs egy társadalmi produktum, ugyanolyan, mint a vicra, a kabaré, vagy néhány olyan valami, ami úgy működik, mint a kabaré, ugye a nálunk közlekedési eszközök menetrendjeitőként a humor kategóriájában van, vagy a kiírás, akkor innen hogy lehet eljutni oda, az a rejtvények sorában tartozik, de a gics létezik, különösen amióta a technika gicstár technikai sokszorosítás ezt lehetővé teszi, azóta állandóan nő, a tömegkommunikációban is sokkal egyszerűbb valamiről egy gicsképet mutatni, tehát amikor a gyomorégés ellen tűzoltó kapitányok lépnek föl ilyen látsákba, ezt úgy gondolják, hogy az emberek jobban értik, mint hogyha ott egy táblázat szerepelne, hogy ebben ennyi hatóanyag, de annyi hatóanyag. Tehát a gics, mint tárgy létezik, és hát így van. Még egyet szeretnék mondani, és ez nem olyan, nem csak tárgyak, hanem események is lehetnek gicszerűek. Események. Ha valaki végig gondolja, hogy már milyen lakodalmakat sikerült látni, hogy ott nem az egyes-egyes elemek is, amikor, mit tudom én, három galamb csókolódzik a sírkő tetején, akkor ebben töri a fejét, hogy nagyon mérték három van ott, és miért nem kettő, vagy miért nem 13. Tehát maga a jelenség, a kicsit, az apróságok is kicsit.
de ezek sem eredendőek oroszok. Egy aktuális gicset tudok említeni. Ma délben 12 órakor Ferenc pápa Lesbos szigetén megyeréből a görög miniszterelnökkel, akinek hát a politikai és gazdasági elképzeléseit jól ismerjük. Egyfelől valami igazán lélekemelő esemény, de ugyanakkor azt tudom mondani, hogy tetején, jobbról, balról, mindenhonnan gics, maga a jelenség a gics, és hát ennek az apró részleteit ugyanúgy le lehetne írni. Köszönöm szépen! Következzék Máltai Melinda, Szihé, a Tölgy és a Kezdetek című produkciója. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk, mi az Expanzió képviseletében vagyunk itt, ami egy kortárs művészeti találkozó. Idén 28. éve, hogy létrejön ez a találkozás. Most a 11. expanzióban szeretném mutatni egy kis részletet. Tehát az expanziónak az a lényege, hogy ez egy kortárs művészeti találkozó, ahol minden évben van egy téma, amire dolgoznak a művészek. A 11. expanzión a téma az unió és a híd volt, és most mi erről szeretnénk mutatni egy kis ízelítőt, és a végén pedig egy 10 perces előadásban az Aznap Project zenekart hallhatjátok.